A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. Vitorlázni nem csak nagy tavainkon, hanem a Dunán is lehet. Ez bizonyítja évek óta Fluki Jenő, aki idén a harmadik alkalommal rendezte meg a szezonzáró Dunai regattát. A kihívás része a dolognak leginkább egyelőre nem a szélerőben, hanem a Duna szűk voltában és mélységében mutatkozhat meg. A folyami vitorlázás időben jóval kiszámíthatóbb, mint egy szélcsendre ítélt tavi viadal. Ha elindulunk, biztos, hogy 3 óra alatt befutunk a kikötő környékére. Házi építési felszereléssel is érkezett versenyző. Kertben vágott bambusznátból készítettem a gafot, a különböző alkatrészeket, és ponymanyagból ragasztottam a vitorlát. Kulcsárkovics optimizten állt rajthoz 3 ellenfelével. Annyit tudok mondani, hogy a vitorlája nem teljesen ugyanolyan, mint egy rendes hajónak. Itt van ez a úgynevezett gaf, ami egy ilyen múltszög alakú vitorlát formál. És ha oda az orrára néznek, akkor látják, hogy egy szögletes orr, mint a rendes hajókon nem szögletes. Nem tudom miért. Nem olyan, mint a motoros, hogy ülsz és nem tudsz benne semmit se csinálni, hanem van valami kis munka, és akkor tudsz dolgozni valamit. A győztes Viking Yacht Club csapatának tagjai 5 éve ismerik egymást. Sokszor vitorláztak már együtt, és talán ez az összhang vezette őket a sikerhez. Szerencsések voltunk, a rajt előtt megjött a déli szél, figyelni kellett nagyon a vízmélységre, nagyon kevés a víz a Dunában. Figyelni kellett a sodrásra, a szélre, az ellenfelekre, de úgy látszik sikerült mindent jól kezelni. Tavaszi verseny volt az első, amikor ebben a kalózban összeültünk. Akkor 3-dikok lettünk, és idén most a őszi fordulóban mindenképpen szerettünk volna javítani, és sikerült, úgyhogy nagyon örülünk az eredménynek. Ez egy jól járható szakasz, jobb, mint a nagyág szerintem. A nagyág az tele van ilyen sarkantyúkkal, meg jönnek a tolóhajók, szárnyas hajók, tehát hogy kevésbé versenyezhető, meg kevésbé veszélyesebb ilyen szempontból. Márkus István és Pukánszki Ferenc kölcsönkalózzal először indultak együtt ilyen versenyen. Korábban eddig csak tőkesúlyos nagy hajóban vitorláztak. Minden mozzanat mozdul, megátszik a hajón, ugye, még egy nagyon bármit csinálsz, ugye nem is ilyen. Hát sokat kell tanulni, azt képest nagyon büszkék vagyunk, 4.-ként azért nem hallott. Ez nem kell messzire utazni, csak beszállsz a hajóba, mész, itt vagy közel, szinte, mintha a vízparton laknál. És ugye ez eddig nem volt, csak annak van ez, aki tóparton lakik Magyarországon, most egy kicsit elindult ez is. És ez nagyon örülök, nagyon élvezem. Ez a regatta ebben a kiváló őszi időben igazán csodálatos szezonzáró vitorlázás volt. Nagyon nagy élmény a Dunán is folyóvízen vitorlázni. Tényleg ajánlom mindenkinek, ki kell próbálni mindenképpen, és lehet élvezni a vitorlázást itt is, teljes értékű vitorlázást lehet bemutatni. Jó volt!